A Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodáiban folyamatosan dolgoznak a szakemberek. Van, aki maszkot var, van, aki a karbantartási munkában, festésben vesz részt, vannak, akik az óvodásokkal foglalkoznak a csoportszobákban, és vannak, akik az otthon lévő gyermekeknek és szüleiknek biztosítanak feladatokat ebben az átmeneti helyzetben, tudtuk meg Gulyás Ferencné intézményvezetőtől. Március 16-a óta Dobos László polgármester úr meghozott döntése értelmében az intézmény valamennyi óvodája zárva tart. Rendkívüli szünet szerint azonban ügyeleti rendszerben ellátják a gyermekeket. Jelen pillanatban a 9 óvodánkban körülbelül 45 és 50 fő között mozog azoknak a gyermekeknek a létszáma, akiket ügyeletben ellátunk. Ez ugye a szülők munkájától függően változik, és ez a létszám szinte egyik napról a másikra. Hát valóban most már itt a jó idő. És mivel az óvodáinkban ez azt jelenti, hogy a kis létszámú csoportokban látjuk el a gyermekeket, tehát 5 főnél több nincs egy óvodai csoportban, így most már hozzákezdünk azokhoz a munkálatokhoz és a gyermekek felügyeletének ügyeletbeni ellátása mellett, amelyek a karbantartási feladatainkat érintik, hiszen most egy-egy óvodai csoport üzemel óvodánként, illetve nagyobb óvodákban 2, és így hozzá tudtunk kezdeni azokhoz a kerti munkálatokhoz, udvarrendezési feladatokhoz, épületkarbantartási tevékenységekhez, játszó udvaroknak a rendbetételéhez, amelyek egyébként többségében a nyári időszakban valósulnak meg. De úgy gondoljuk, hogy ez az időszak most lehetőséget teremt arra, hogyha újraindul az élet minden területen, akkor azt gondoljuk, hogy az óvodák is újra fognak indulni, és fokozatosan fognak jönni vissza a gyermekek, és akkor már egy olyan környezetbe várjuk őket, amiben egyébként szeptemberbe szoktuk várni. Gondoljuk azt, hogy amikor újraindulnak az óvodák, akkor utána ez egy folyamatos működést fog jelenteni, tehát felkészülünk az indításra. A székhely óvodában varják a maszkokat az óvónénik, folyik a kertészkedés is csoportszobák festése mellett. A sziklakertet, az udvart, a virágos és a konyhakertet is rendbe teszik, és a munkába bevonják az itt lévő óvisokat is, hiszen az a cél, hogy minél többet a szabad levegőn legyenek a kicsik. És ugye a maszkok varrása az folyamatos, de ez is változó létszámban varjuk, hiszen az egyéb feladatainkat is, ahogyan mondtam, előtérbe kerülnek most már itt a kertészkedés, a csoportszobáknak a festése. Itt a Táncsis 17-es óvodában most a kerti rendezkedés indult meg, a sziklakerteket a kolléganőim már a tegnapi napon és a mai napon elkezdték szépíteni, rendbe tenni, ha szükséges volt, új növényeket ültettek, átültettek, megritkították a tavalyi évben bedúsult növényzetet, úgyhogy ők most itt ezen tevékenykednek, és hát a kert, a virágos kertek, sziklakertek mellett hozzákezdtek a kis veteményes kerteknek a szépítéséhez is, és hát nem csak a szépítéshez, hanem a veteményezéshez, hiszen ennek is eljött az ideje, és hát hamarosan majd palántázni is fognak. Ezekbe a tevékenységekbe bevonjuk a gyermekeket, azt a néhány kisgyermeket, aki itt van, hiszen most már ahogyan a jó időbe állt, egyre több időt töltünk a szabad levegőn, ez mindenféle szempontból nagyon fontos az egészségvédelem szempontjából, most pedig különösen azt gondoljuk, hogy a zárt légtér helyett sokkal-sokkal egészségesebb itt kint lennünk felnőtteknek is és gyermekeknek is, úgyhogy minden olyan tevékenységet elvégzünk most, amire egyébként április közepén nem igen szokott időnk és lehetőségünk lenni. Most viszont ebben a felszabadult időben nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a munkaidőt hasznosan töltsük, kitöltsük, támogassuk a munkánkkal azt a folyamatot, hogy a folyamatos működést fent tudjuk tartani, újra tudjunk indulni, és minél hamarabb tudjuk fogadni majd a gyermekeket. A karcagi óvodások tarka-barka perceibe is bekapcsolódnak a székhely óvoda szakemberei, akik a Föld napjáról, az anyák napjáról is megemlékeztek. Ez egy olyan céllal jött létre, hogy segíteni tudjuk az otthon lévő gyermekeknek a hasznos időtöltését, a szülőknek az ötletgyűjtést, azt, hogy közösen együtt tevékenykedjenek a gyermekekkel, és hát nem utolsó sorban, hogy egy
még ha az online formában is, de személyes perceket szerezzünk az óvonénikkel közösen a kisgyermekeknek. Igen, ezek témakörökhöz kapcsolódnak mindig a heti projektek, programok. Az elmúlt időszakban a Földnapjához kapcsolódó témákat dolgoztak föl a gyermekekkel, tevékenységeket végeztek. Májustól pedig az ősszel iskolába menő 240 óvodással külön is foglalkoznak ezekben a csoportokban, hiszen ők most a szülőkkel közösen készülnek erre a nagyváltásra. De a májusi időszakban ott már majd egy picit a hangsúlya az iskolára készülésre is, hiszen nagyon sok kisgyermekünk van, 240, aki megkezdi az iskolát szeptemberben, és ők ugye most ebben az időszakban a szülőkkel otthon készülődnek, és ehhez azért az óvodapedagógusaink ezeken a fórumokon keresztül is segítséget nyújtanak ahhoz, hogy minél felkészültebb 6 éves, 7 éves gyermekek kezdjék meg szeptemberben az iskolát. Szeptemberben helyüket az új, 3 évet betöltött ovisok váltják fel, hiszen lassan végéhez közeledik az óvodai beiratás is.